kívül labdát kérni. Így van, és ott a pás. Évek óta Dombovád az egyik kiemelt vidéki központja a Bozsik programnak, ahol az óvodáskortól a majdnem felnőttekig fejlesztik a játékosokat, akik lehetőséget kapnak arra, hogy később egy nagy klubban szerepelhessenek. Ezek a fesztiválok arra valóak, hogy a játék minden elemét gyakoroltassák a résztvevőkkel. Ez ugyanolyan volt, mint a Beneferencen a legtöbb edzés, mert amikor ott voltunk, akkor ugyanígy 4-4 kapu volt, és nagyon élvezni lehet az ilyen meccseket, meg az ilyen játékokat. Ez egy ilyen összefogásos játék, mert mindenki passzol mindenkinek. Ezt lehet nevezni még csapatjátéknak is. Én élveztem nagyon. Ezen a napon nem csak meccseket vívtak egymással a csapatok, hanem olyan részgyakorlatokat is elvégeztek, amelyek segítik a fejlődést. A Bozsik program arra is lehetőséget biztosít, hogy azok a gyerekek, akik kis településeken élnek és így hátránnyal indulnak, megkapják a lehetőséget arra, hogy tehetségükkel kitűnjenek az egyre népesebb labdarúgó utánpótlásból. Ezek a fajta gyerekek, akik ilyen kisebb településeken élnek, úgy vannak felkészítve, és nyilván egy kicsit hátrányból indulnak, de úgy vannak felkészítve, hogy már stabilan és készen álljanak a versenyekre. Tárnok Zoltán, a Dombovádi Focisúli Egyesület elnöke azt mondja, láthatóan több gyerek teljesedik ki a pályán, és ezek az akciók is arra valóak, hogy a játékos megfigyelők kiszűrjék a legügyesebbeket. Ilyen 30%-ot növekedtünk az elmúlt 5 évben, most azt jelenti, hogy most ilyen közel 200 igazolt gyerekünk van, de ugye ez U7-től U19-ig beleértendő, ami mondjuk most nagyon érdekes, hogy az idei évben 54 darab óvodásunk van. Tehát a pandémia előtti időszakban, azt mondom, hogy 20 novemberében, amikor befejeződött a toborzás, akkor Dombovári körzetben 54 darab óvodásunk volt, ami rekordszámú. Az idei zárófesztivál kicsit eltért az eddigiektől. Gyereknap lévén több olyan játék is előkerült a pályaszélén, mely a szórakozást jobban szolgálta, mint a készségek fejlesztését.